Bár más-más célokkal vágtak neki a küzdelmeknek, de a néha napján felmerülő nehézségekkel együtt is szépen teljesítenek az Angels Jégkorong Sportegyesület férfi és női csapatai. Kovács András elnök ismertette az Andersen Ligában induló csapat helyzetét, valamint az eddigi teljesítményükről, illetve a bajnokságban kitűzött célokról is beszélt. Például most egy két hete besűrítették a bajnokságot, hogy március 1-ig fejeződjön be. Ennek az volt a feltétele, hogy akkor az eddigi szokásos egy szombati mérkőzés, heti egy mérkőzés helyett szerda-szombatot bevezették játéknapnak, amit nagyon nehéz egy általunk is képviselt, kiöregedett amatőr játékosok, akik a munkájuk mellett űzik ezt, hogy például 17:30-ra Győrbe érjenek egy mérkőzésre. Tehát ilyen szempontból nehezebb, egyelőre egész jól sikerült minden mérkőzésre rászerveznünk és teljesítenünk. Az elnök szerint a fiúk rendre oda teszik magukat, és mivel jelentős játékerőt képviselnek, mindig megvan az esélyük arra, hogy a bajnokságban végül jó helyen végezzenek. Ha nem kerülünk az első négybe, a második négy csapat közül biztos minket nem akar senki választani. Tehát mi úgy érezzük, hogy bennünk van bármikor a győzelem lehetősége bárki ellen. Az előbbi megadott adatok miatt ugye előfordul az, hogy erre a mérkőzésre nem tud eljönni három olyan hátvéd, aki meghatározó, de a következő ott lesz. Megpróbáljuk a rájátszásra ezt olyan szinten optimalizálni, hogy ismét legyen lehetőségünk egy éremért játszani a végén. Az U25-ös mezőnyben két csapat versenyez az Angels színeiben. A fiatalabb alakulat gyakorlatilag bebiztosította az ezüstérmet, míg a másik csapat egyelőre, kezdőként a sorozatban, az első győzelmükre hajt. A kezdők vagy a fiatalabbakat a B-bajnokságba szerepeltetjük, ott a csoportunkban a második helyen állunk, és valószínűleg így is végzünk a alapszakasz végére, tehát onnan várjuk a rájátszást. A A-bajnokságban, ami nekünk egy kezdő év, és ugye a nagy csapatok itt versengenek, itt még idén még könnyűnek találtattunk, tisztes helytállás a feladatunk, és azért megszerezzük az első győzelmünket, lesz a fő feladat ebbe a alapszakaszba. Aztán majd, hogyha helyosztókkal vagy rájátszással folytatódik, ez még nem pontosan tiszta. Az Angels Jégkorong Sportegyesülettel kapcsolatos híreket és eseményeket a Dunaújváros online-on, illetve a csapat hivatalos oldalán találják a sportkedvelők.